Sziasztok! Innen már Pozsonyból, ez itt a háttérben a szovjet katonák hősi emlékműve. Nagyon szép, hangulatos hely. Igazából nagyon megéri ide feljönni, ugyanis innen a látkép Pozsonyra nagyon lenyűgöző, tényleg csak ajánlani tudom, és az állomástól egy kb. Egy 20 perc kényelmes sétával érhető el, mindig jobbra tartva. A lényeg az, hogy a vonatom egyébként egy 15 percet késett, láttátok, hogy lassú jelek voltak, pályafelújítások, ugye, amik okozzák igazából. Itt egyébként Pozsonyban nagyon sok utascsere történt, úgyhogy elindult a vonat tovább Hamburgba. Az én időm meg ugye délután 4-ig itt Pozsonyban fog lenni, úgyhogy megpróbálok még egy-két snitzet így a városról nektek készíteni. Tartsatok velem!
Sziasztok! Itt ismét Pozsonyból. Ugye a városi sétatúránk véget ért. Most már megint a vasútállomáson vagyok, úgyhogy ezzel zárom is a kis epizódomat. Ugye Szolnokról indultam reggel 5 óra 10 perckor, és menetrend szerint 10 óra 3-ra kellett volna érkezni Pozsonyba. Hát sajnos késett egy kicsit, egy negyed órát, de hát ugye ez nemzetközi vonal, felújítások vannak egyébként így Párkány után, tehát így elnézhető ez a negyed órás késedelem. Egyébként nagyon jó telt a vonatút, kényelmes volt a vonat, volt étkezőkocsi, bár azt nem próbáltam ki, de tényleg ki volt használva a vonat mindvégig, főleg Párkányban nagyon sokan szálltak fel, úgyhogy tényleg köszönöm, hogyha megnéztétek a videót, és jön majd egy hazaúti videó is, azt majd a következőkben. Úgyhogy sziasztok, legyetek jók!